A 3,2 millió forint támogatásból megvalósuló beruházás átadásán jelen volt Szedmák Tamás alpolgármester, valamint dr. Turán Csaba jegyző és dr. Nagy Gabriella aljegyző is. A projektről az Ültesfát Mozgalom Egyesület elnöke Filus Tibor beszélt. A Nemzeti Együttműködési Alap egyik pályázatából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával sikerült a NEA MA 20 OV0241-es számú pályázat szabadidőpark kialakítása a kiskörösi záportározónál címmel. Nyertünk pénzösszeget erre a projektre, és ennek keretében tudtunk vásárolni 4 padot, 4 szeméttárolóval, valamint tudtunk vásárolni összesen 152 darab fát. Ezek a fák szilfa, fűzfa és magyar kőris típusok, amelyeket el is sikerült ültetni még az idei év folyamán, valamint egy kisebb mennyiségben tudtunk vásárolni fűmagot is, ami szintén elvetésre került, tehát így zárult most már a projekt, és a mai napon történt meg gyakorlatilag a fák, a fűmag idézőjelben és a padok, valamint a hozzátartozó szeméttárolóknak az átadása. A városvezetés prioritásként kezeli a záportározótó körüli terület parkosítását, amiben most nagy szerepet vállalt az Ültesfát Mozgalom Egyesület is. Ezt hangsúlyozta a projekt záron Szedmák Tamás alpolgármester. Nagyon népszerű a lakosok körében, és hát minden este, hogyha valaki itt sétál, különösen hétvégeken, akkor láthatja, hogy családok, fiatalok, idősek nagyon nagy szeretettel töltenek itt el hasznos időt. És hát ezt felismerve a Ültesfát Mozgalom is Filus Tibor vezetésével ezt a kezdeményezést elindította. Nyilván, hogy legyen leülési lehetőség, szemét eldobási lehetőség szemetes tárolókba, ez csatlakozott a ő mozgalma is, és ott nagyon nagy köszönetünket szeretnénk kifejezni az Egyesületnek, illetve Filus Tibornak, hogy újra, ahogyan megszokhattuk az utóbbi években, nem csak a faültetés területén terjen, hanem így az infrastruktúra fejlesztés területén is bekapcsolódott a város fejlesztésébe. A beruházásban a Kőrösszog Nonprofit Kft. Szakemberei is közreműködtek. A padok és hulladéktárolók stabil, időtálló kihelyezése mellett az Egyesület aktivistáinak is segítettek a fák elültetésében. Az Ültesfát Mozgalom Egyesület a projektben közreműködőket egy-egy, az Egyesület logójával ellátott pólóval ajándékozta meg.